Egy szemfüles szomszéd értesítette az egyik Jászberényi telephely tulajdonosát, hogy az ingatlan a területére ismeretlenek bementek, és onnan több dolgot a saját autójukba pakoltak, majd elhajtottak. A sértett bejelentést tett a rendőrségen, és az egyenruhások azonnal elindultak a szemtanú által elmondott irányba. Jászteleknél megállították a járművet, amiben három férfi tartózkodott. A gépkocsi átvizsgálása során a rendőrök megtalálták a telephelyről származó autókerekeket, mosógépet, mosogatógépet és egyéb értékeket. A sofőrt és az utasokat ellenőrizték és megállapították, hogy a gépkocsi vezetőt a Jászberényi rendőrkapitányság korábban eltiltotta a járművezetéstől. Továbbá a két utassal szemben a Jászberényi járásbíróság körözés bocsájtott ki. A három Jászladányi lakost bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállították, és a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki őket. A gépkocsit és az eltulajdonított tárgyakat a rendőrök lefoglalták. A jászberényi rendőrkapitányság lopás büntet, valamint járművezetés az eltiltás hatája alatt védség elkövetése miatt folytat eljárást.